vízimalmáról híres szabolcsi faluban Túristvándiban járunk. 2009. novemberében roma szakemberek jöttek itt össze egy képzésen, hogy összefogással segítsék a roma fiatalok integrációját. Hát az ötlet, ez már egy évek óta több, mint ötlet, mert egy zajló folyamat, csak mindig van egy lehetőségünk megcsinálni valamit belőle, és most a Trimpassura egy ilyen dolog. Így a kollégáimmal, főleg a Kandi Koritával, akivel dolgozom, ez a Fehér Folt nevű program az egyesülettel, azt célozza, hogy jussunk el minden kis helyre, és azokat az aktív fiatalokat, akik ott vannak, és a közösséget összetartják, vitaminozzuk, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt a kifejezést, tehát hogy őt segítsük, hogy helyben tudjon aktív maradni, és ez nagyon kell, mert egyedül az ember kiég egy kis helyen, elhullik, és hogyha segítik, akkor viszont megmarad. Igen, számozás volt. Az egyesület tagja is, illetve az ifjúság mennyire nehezményezve, mennyire beszéltém egy-egy alkalom adtával maga a cigányság és a te helyzetet? Beszéltém az, egy kisebb csoportokban szoktunk beszélgetni róla, hogy ahol én ott vagyok, mert néha volt olyan arról, hogy mert van a tetése, mondjuk három olyan család, aki kitézelt az a rossz cigány, tudjátok, hogy ők azok, akik a börtönbe mennek, ők azt mindig meglopja másik, és a többi, az összes többivel nincs baj. Három család van, azok is beköltözők, szóval nem is a pátja csak mint 5 éve, amikor vagy 8 éve, mint én mennyi, ők nem is mondják azoknak a falubegyársa pátra mondják őket, mert ővelük mindig baj van, és ők is beköltözők, mindig a beköltözőkkel van baj, akik már régóta ott jelent, szerintem minden minden tervésen ott van, azok már annyira integrálódtak, mert megszokták, meg együtt élnek a közösséget, ahol tartoznak, hogy nincs ők problematika. És szoktunk így beszélgetni, de ilyen futtával képzelni, hogy voltam, leültünk, és akkor az egyik barátom, hát egy cigány, mert volt valahol, Ózd környéken dolgozott pont, és akkor megint ez a jó cigányosságban anyagok, és akkor nektek nem is kell megvanom, és akkor hogy mit vannak meg, hogyan vannak, mint egy beszélget, én nem tudom, mi van ott, de jobban tudja, mint én, mert jól dolgozik most, mert mindegy kidolgoznak majd, és akkor mondom, miért mondasz negatívat? Hát én is, hogy túlfa, de nem vagy az. És akkor ennyivel is rendezett, szóval nem is akar róla velem arról beszélni, amit ő bátja, de mondom, mondd el, mi a bajod, mert hát tehát itt nincs ilyen baj, most miért mondjam el? Mondom, azért, hogy tudja, hogy te szerinted mit gondolsz, és akkor vannak ilyen szituációk, de nem jellemző különben. Mennyire veszed magadról, ha cigányságról beszélsz? Attól függ, hogyha kell, magamra kell. Nem kell mindig felvállalni, ahogy beszélgetsz egy napist is, mondom, nem kell mindenkinek felvállalni, mert minden helyzetben felvállalni. Mert ha felvállod, akkor most állandóan vissza egy nagy kukot a hátadra, és akkor mindig beállnék a mellkasodat, hogy most Cserzen, ne beszélj már arra, én is az, hogy tudom, de tudják, vagy nem is az, hogy tudata, nem tudják, hogy nem is gondolnak vele, hogy te is mi vagy, hogy hogyan vagy, mert velük élsz, és nem mindig. Amikor nagyon durvára megy mondjuk a szövegkörnyelet, hogy beszélgetek, akkor azt mondom, na fiúk, most kell megállni, és akkor most mondd el nekem, mi a bajod, és akkor elgondolkodik, és akkor hát ezt lehet, nem is úgy gondoltam. A kis csapat ellátogatott a közeli Uszkára is. A 95%-ban romák lakta településen a vallás az egyik legnagyobb közösségformáló erő. Mi a tapasztalatod, hogy a roma családoknál mennyire fontos a hit? Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a roma családoknál a hit, mert ez erősíti a családot is, meg valamibe hinni kell az életbe, hogy át tudjuk vészelni a nehéz időszakokat. Eljöttél erre a képzésre, biztos megvolt az oka, hogy miért, mik voltak azok az elvárások, amivel elindultál, miért jöttél el erre a képzésre? Igazából a kíváncsiság, amiért eljöttem, meg tapasztalatcsere, és úgy gondolom, hogy ez meg is történt. Mi volt a legnagyobb élményed az elmúlt pár nap során, vagy ami a leginkább érdekes volt, vagy furcsa, vagy más, vagy esetleg egy jó ötlet? Rengeteg ötletet kaptam a 3 nap alatt, illetve voltak érdekességek is, például ma idősek, roma idős házaspárnál voltunk kint lakásnál, és ott kellett
nekünk meginterjúolni a hölgyet. Hogy hívják a nénit? Hogy? Igen. Igen. Hát, most ugye elmondom magának, hogy ez is egy nagy dolog, hogy az életemet leéltem. Eddig soha nem tudtam, hogy mi az első nevem. Komolyan? Úgy neveltek fel, anyukámat Irénynek hívták, második nevem Irény, elbeszélte kicsikoromba Incine. Nem is értek róla, csak a Incineim kiáltanak, meghalom. De nekem kiabálnak akár, hogy én nem értek róla. És akkor már elmondom maguknak, hogy összezavarok mindent, elbeszedem a kavintot, zavart a fejem. Elmentem Mária Pócsra. Ott álltak rengetegen, így a kegyképeket rakták, amit vásároltak, meg akarták szentéltetni. Mondom, megyek meggyomni. Megyek oda, papu, kérdem tisztelendő gyomtat. Gyomtatni fogok azt, hogy csak elég, hogy szenteljem meg a kegytárgyamat. Megvártam ott, még mondtam, a többinek is rakják oda. Majd mindenkinek kell a papa homlokát megfelel, mondja, hogy mi a nevek. Mindegyik mondja, hogy mi a neve. Mikor én hozzám odaér, kérdi tőlem azt, mi a neved. Mire ki akartam mondani, hogy Irény, ajött a számra, hogy Mária. Mondom, úristen, mondtam, hogy Mária. Arra mentem, Istenem, mit tettem Mária Pócson, hazudtam. Milyen nagy bűn követtem, mert mit tettem. Meg akartam őrülni, a gyermekek elvittek magukkal persze. Majd egész éjszaka nem aludtam, Istenem, hazudtam, mit tettem. Azt mondom, a legkisebbik unokának, hallod van okán? Mondom, hidd fel már nekem a tisztelendő út, mert a telefont zárjon állam. Felhívja, mondom, köszönök neked, mi van Incinén? Mondom, tisztelendő, nagyon nagy baj vagyok, miért? Mondom, tisztelendő, meg tudná nekem a keresztlevelemet keresni? Meg Incinén, mikor jön haza? Mondom, én már szombaton megyek, Isten segít hazafele. Az jöttem szombaton, vasárnap elmegyek a templomba. A pap kijön, megyen el, mondom, álljon meg tisztelendő úr. Megáll. Szóval sietnek Incinén, nem érdekel, mondom, álljon meg. Megáll. Mondom, megkerest a keresztlevelem? Azt mondja, meg. Mondom, vegye már elő, hát így nem tudok olvasni. Akkor kiveszi, de mondom, tisztelendő úr. Csak azt nézem meg legelőször, mi az én első nevem. Akkor olvassa Mária és Irény. Egy nagy kereszt a szívemből leszakadt, én ott majdnem összeestem. Drága jó Istenem, mondom, egy életen keresztül valaki nem tudja, hogy mi az első neve. Szűz Mária figyelmeztetett, hogy nem Irény a te neved, hanem te Mária vagy. És én azt hittem, ebben hazudok, de nem. Sokat láttunk, sokat hallottunk, jó volt ez a pár nap így együtt. A résztvevők feltöltődve tértek vissza saját településükre, hogy az új élményekkel és kapcsolatokkal gazdagodva újabb lépéseket tegyenek a roma fiatalok segítéséért, és hogy ezt az első lépést még további lépések kövessék. Nem búcsúzunk tehát, mert az egyet követi a kettő és a három, vagyis a Trimpasszúra. 2010. márciusában ismét találkozunk.